Eljöttünk Lenz Endről, mégis nem komposztunk, és most itt vagyunk, megláttuk egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú homokos tengerpartot, és ez a Dünet Bay, és innen lehet látni bálnát, meg fókát, hát fóka az nem meglepő. De megnézzük, mi mit látunk. Ilyen kis faragott kövek vannak a kő falban. Megmutatom közelre. Szerintem egy 6 éves rajzolta, és utána ezt belerakták. Itt egy Alexander Bonham 8. Szerintem ezeket rajzolták, és utána meg ide belefaragták. Zoli mutatja, hogy menjek, úgyhogy megyek. És itt a homokos, hatalmas nagy homokos tengerpart. Zoli, itt lehet látni bálnákat, meg fókákat, azt írják. Elvileg ilyen. Akkor azt mondom, hogy keresünk egy homokos tengerpartot, akkor ilyenre gondolok. Most apám miatt eléggé bent van a víz, de... De milyen szép kék? Türkisz kék, vagy türkisz zöld? Vagy... Türkisz kék. Kék. A víz. Nem kavicsos, nem homokos. Az előbb ott álltunk, és nem tudom, nem, nagyon-nagyon sokat jöttünk, mire ide beértünk a tengerhez. Most még itt sétikázunk, aztán megyünk tovább. Hopp. Nagyon gyors helyzetjelentés. Hopp. Lejöttünk erről a fő útvonalról, és most már csak ilyen utakon megyünk, és mindig ilyen bukkanok vannak még, ez is járható út, de azért teljesen más, mint amin eddig közlekedtünk. Voltunk már egy-két nevezetességnél, de vagy nem találtuk pontosan a bejáratot, és úgy annyira nem fogott meg minket, hogy meg is keressük a bejáratot, úgyhogy most megyünk tovább, próbáljuk keresni a következő látványosságot. Ilyen utakon megyünk, jobbra a tenger, óceán? Mi van jobbra? Tenger, óceán? Élvezzük a látványt. Zoli felrakja a GoPro-t, és akkor tudjátok nézni majd timelapse-be, hogy milyen utakon haladtunk. Már sikerül a felvétel. Ilyen utakon fogunk tovább haladni. Ott vannak a hegyek, arra fele megyünk. Úgyhogy várjuk már, hogy milyen ez az NC500 izgalmasabb része, mert mindenki azt mondja, hogy a nyugati rész az izgalmasabb, majd meglátjuk. Jöttünk lefele az úton, és közben megláttuk ezt a tengerpartot. Hát ez nagyon szép homokos tengerpart, és látjátok, olyan, mint a dupla öble lenne. Ha feljön a víz, akkor ugye nem lesz az a dupla öböl, mert akkor az is víz alatt lesz. De nagyon jól néz ki. Nagyon szép a tenger. Nagyon süt a nap itt a bárányok, a zöld fű, fú, nagyon átjön. Nagyon szép. Megnéztem, ez a Torres del Beach. Hogyha valaki erre jön, és akkor ezt meg akarná nézni. Most 2-3 óra körül van. Éppen most van apály, úgyhogy lehet látni a homokos részt is. Zoli, mondani akar valamit? Vazze! Ez tényleg szép. Láttunk már egy pár szép tengerpartot, de ez tényleg jól néz ki. Most az egész is annyira átjött. Ezzel a hatalmas sárga homokos tengerparttal, kék vízzel, felhőkkel, az ég, süt a nap. Ez tényleg jól néz ki. Kedvem szottyannal akár úszni, vagy csónakázni egyet. Hát vagy csak egyszerűen kifeküdni ott a partra. Itt laknék, biztos mindig itt sétikáznék. Le lehet menni a homokdűnékre kicsit. Bóklász homokdűnék között. És csend van. Távol egy házigó. A bárányok. Itt egy... Hotel. Hotel? Hotel Anna. Igen, mert mindig kimarad a kis segge a vlogból. Na menjünk akkor. Tovább. Nem megyünk le, mert közelről azt beszéltük, hogy
ugyanolyan lenne, mint bármelyik homokos tengerparton volt, úgyse adja vissza ezt az élményt, meg nagyon messze, nagyon sok lenne, mire ezt körbejárnánk. De amúgy azt nézem, hogy ott is van egy öböl, eddig nem is láttam. Az öböl, ugye? Az is. Hát folytatódik ez az öböl, és ott is egy homokos tengerpart része. Uh-huh. És homokos része. Hát ha följön a víz, akkor ugye több víz van ott is. Hú, de nagyon, nagyon jó időnk is van. Előbb már esett egy picit, de most az is elállt, úgyhogy ez nagyon, nagyon jól néz ki. És csak megyünk bentebb a hegyek közé, egyre jobban, ahogy láttam. Na, folytassuk az útunkat. Jöttünk lefele, és megint csak egy ilyen látvány fogadott minket. Most Japály van, azon a szigeten. Ugye látszódik a homokos tengerpart, és akkor át lehet menni a másik szigetre. Közt ilyen homokos sétáló rész van. Gondolom ez dagálykor eltűnik. Ott a messzi-messzi távolban, nem tudom, látjátok ott is még a nagy sziklafalakat. Nagyon jól néz ki. Arra tovább megint csak homokos tengerpart. Hát azért Angliában nincs ennyi homokos tengerpart. Lent délen talán, a Cornwallban. De itt az... Hát ember, amikor így vezet, benn voltunk a hegyek között, láttunk ilyen nagyon szép, meg nagyon jó kinéző, ilyen kis hegyi tavakat, picike tavak, de a hegyek között vannak. És nagyon jól néz ki, és elhagytuk egy kicsit most a hegyeket. Megint tengerparthoz közelebb értünk, és akkor ez a látvány fogad, hogy ilyen sziget tulajdonképpen saját private, egy privát tengerparttal. Tehát ha valaki át egy hajóval, akkor, és ott kidőlik a... Bocsánat, csak elég forgalom az út. Tehát ha valaki kifekszik a kis tengerpart, akkor senki nem fog zavarni, ez biztos. De amúgy nagyon-nagyon forgalmas ez az út, főleg, hogy nyár van, még nyári szünet. Egyre kell figyelni, hogy ez single traffic. Tehát, hogy vannak ilyen leálló sávok, és akkor el kell engedni a másik, az ember forgalmat. Leálló sáv, hanem ilyen passing place-nek hívják, tehát ilyen... Hát csak így magyarul gondoltam, hogy egy elengedő sáv végül is. Ilyen leálló. Mert az a lényeg, hogy ez egy, az út, ez egy sávos. Tehát egy autó fér el rajta. És akkor ilyen 2-3-4-500 méterenként van egy ilyen kialakított kis öböl, ahol félre lehet állni, hogy a másik el tudja jönni. Hát jó, csak volt olyan, most ami történt, hogy olyan leállósáv, hogy két nagy luk is volt benne, valaki meg szemből jött, mennyivel? Nem tudom, mint egy őrült, és nem bírt megállni olyan gyorsan. Tehát én nem tudtam kikerülni úgymond a kátyút, hanem nagyon-nagyon hirtelen le kellett rántanom úgymond a kormányt ebbe a leálló öbölbe, vagy leálló részre. Nem volt olyan kikerülni a kátyút, és belementem a kátyúba. Akkor az szólt szerencsétlen Anna. Mert meg is ilyet, mi ez? Hát mondom, belementek a nagy kátyúba, azt megnéztem, nem ment baj, hál' Istennek. Hát jó, csak az, attól, hogy vannak ilyen félre húzódó sávok, az nem azt jelenti, tehát azért meg kéne nézni, hogy a másik le tud-e menni. Igen. Hát itt is látszik, hogyha megnézitek a videón, hogy ez egy sávos út, ide félre kell állni, és itt vannak egy tábla, ezt jelzi, hogy ide, ez azt jelzi, hogy nem szabad megállni. Most mi megálltunk erre egy percre, ez nem gond, de egyébként nem szabad parkolni, hogy elférjek az autót. Na szóval ilyen látványok vannak erre fele, megyünk tovább. Ott a bácsikat nem vágja a füvet, azt hittem vágja a füvet, hanem hogy a szénát forgatja, de jó illat van. Igen. Hát ez tulajdonképpen itt nekik egy szokványos kedd. Csak nekünk ilyen. Kedva? Eljöttünk az NC 500-ra. Vagy szerda van? Szerda van. Szerda van. Itt ilyen dolog, az is olyan dolog. Itt van mellett a birkái. Na menjünk. Megérkeztünk egy újabb helyre, és mint láthatjátok a létrát az asztalon, azon volt a GoPro tartó, amiben a telefon volt, hogy lefényképezzen minket onnácskával és ezzel a tájképpel. Ezzel a lenyűgöző tájképpel. Igen. És megálltunk, mert Zoli megeszi a tegnapi pizzának a maradékát. Nagyon finom lehet. Én meg gyorsan megértek vizet, és egy ilyen kis zacskós leves kipróbálom, hogy milyen az íze. Úgyhogy kicsit szét vagyunk pakolva. Ott bent forr a vizem.
már forró. Akkor zárd el, mert nagyon meleg lesz. Légy szíves. Úgy. Hát ez nagyon gyorsan. Zárd el. Nem tudom melyik az. Választok egy levest, aztán utána meg fogáltunk spicy körülövessel. Nincs visszarakva az ujja helyére. Nincs. Azért, mert csöpögött, azért. Hát nem baj. Mert így is csöpögött. Akkor van... Ne pakolj ki! Chicken mushroom. Ne pakolj ki! Akartam én egy C-vitamint, azt előveszem. Igen. Van még... Ki ne pakolj? Parancsomleves? Krémleves, krém... zöldségleves, tehát krémes zöldségleves. Aha. Azt mondja, hogy paradicsomleves, és csirkeleves. Még egyfajta csirkésleves, illetve hát még különböző másfajtáink is vannak. Konzervek is vannak, hozzáteszem. Ott a ja, abba hát, lencseleves. Hát két héti nem hallnánk ilyen. Mindig csak kenyeret kéne vennünk. Hogyha valaki kenyer nélkül is meg tud lenni, akkor vettünk, nem tudom, egy 10 darab konzervet, májkrémet. Tojás is van. Tojás is van. A lekváros croissant szoktál reggelizni. Az nagyon, az bombázó. Nagyon finom. Vettünk valami ilyen szeder. Szerintem a szederfa, a gyümölcsöt. Ez... Eperfa. Eperfa? Uh-huh. Na azt mondd el gyorsan, mert addig hadd csináljam a levesemet, mert... Befejeztem, én meg pizzázni. Szóval lényeg, hogy azt szoktam reggelizni. Ezt a eper jamet croissantnal. Mitán? Spicy curry az ebédem. 2 percet így hagyom állni, utána hozzáadom azt a fűszert, a mangó csatnit, azzal is 2 percet hagyom állni, aztán ehetünk is. Zoli meg eszi a... Jaj. Ette a pizzát, most már csak telefonozik. Hú, de jó fényviszonyok vannak. Megettem a leveskét, úgyhogy maradt egy kis forralt vízünk. Zoli csinál kávét nekem, répatortán még maradt, úgyhogy azt meg kéne enni. Én csak azért, én feláldozom magam azért, hogy a répatorta ne száradjon ki. És keresünk valami szállást, aztán megyünk oda. A mai részt ezzel a csodás látvánnyal zárom le. Köszönöm, hogyha megnézted a videót. Ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Külön köszönjük, hogyha megosztjátok. Ha bármi kérdésetek van, azt a komment szekcióban feltehetitek. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha még ezt nem tettétek meg. Utazásainkat követhetitek itt a YouTube-on. A Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. Linkeket megtaláljátok a leírásban. Remélem a következő részben találkozunk, addig is, sziasztok!